A turizmus összetevői Turizmusról akkor beszélünk, amikor az emberek idéglenesen és önkéntesen helyszínt változtatnak, kilépnek komfortzónájukból azért, hogy a célország társadalmi és nemzeti környezetét megismerjék. A csoportos turizmusnak számos módja van. A turizmus iránti motivációra az endogén és az exogén faktorok vannak hatással. Általában fiziológiai és pszichológiai motivációk miatt utazunk, de társadalmi és kulturális szándék miatt is, vagy csupán csak azért, hogy tudásunkat bővítsük. A tájvarázsát növelni lehet a jól megválasztott marketingeszközökkel. A turizmus és az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek vonzereje az egyre bővülő kedvezmények és értékesítések felhasználásával folyamatosan növekszik. Mindig van okunk arra, hogy utazzunk. A társadalmi motiváció lehet a barátok meglátogatása, a szocializáció iránt érzett igény és a társasági kapcsolatok fenntartása. De számos ember egyszerűen csak el akar menekülni a civilizációból vissza a természetbe. A kultúra tanulmányozása iránti motiváció a saját országod, illetve más országok és azok kultúrájának megismeréséből és a művészeti vagy vallási érdekeltségekből fakad. Jelentős motiváció lehet az önmagad fejlesztésére való vágy is, akár tanulással, vagy további oktatással. A turizmus típusai szándék szerint is csoportosíthatók. Az üzleti turizmus magába foglalja az üzleti utazást, a kongresszusokat, a kiállításokat, a vásárokat, a tanulmányi utakat, a diplomáciai túrákat, a sportolók hivatalos útjait, művészek vendég előadásait, és a céges ösztönző túrákat. Az üdülési turizmus hasznos módja a szabadidő eltöltésének. Ez a vakációzásról szól, esetleg különböző kultúrán alapuló turisztikai tevékenységek megtapasztalásáról. A szakosodott üdülőhelyek az egészség, a gyógyfürdő és a wellness turizmus köré épülnek. Azok, akik falusi életet szeretnének élni, a vidéki és a mezőgazdasági turizmust részesítik előnyben. A sportturizmus magába foglalja a kerékpározást, a hegymászást és a lovagló sportokat is, amik napjainkban egyre népszerűbbé váltak. Azok az emberek, akik a hobbiuknak élnek, hasonlóan választják meg az uticélt is. A kalandturizmus követői rendkívüli helyeket választanak. A motorosok gyakran konkrét úticél nélkül vágnak neki a túráiknak. Vallási okok miatt is sokan utaznak el egy rövidebb időtartamra. A hétvégi turizmus közelebbi úticélokat céloz meg azok, akik szeretnek vásárolni vagy kirándulni, általában csak néhány napra utaznak el. A turisták csoportosítása A vakációját töltő turista pihenni akar, vagy esetleg élmények után kutat. Vannak emberek, akik szívesen sportolnak, vagy akik kedvelik a különleges élményeket. A kaland is sokak által keresett élmény, néhány ember tanulni akar, vagy csak valami újat látni, legyen az egy természeti csoda, vagy egy kulturális úticél. Vannak olyan gyűjtögető turisták, akik azért utaznak el a világ végére is, hogy tárgyakat gyűjtsenek, vagy egy benyomást. Sokféle ösztöndi elterjedésével lehetővé vált a tudásszomja oltására irányuló turizmus is. Csoportosítás a turisták száma alapján Az egyéni utazás azt jelenti, mikor egy ember utazik. Közös utazásról beszélünk, mikor több ember utazik együtt csoportban. A klubturizmus résztvevői üdülőfalvakba mennek nyaralni. Tömegturizmusnál az egyéni és csoportos turisták egy helyre tömörülnek. A turistákat kor szerint is csoportosíthatjuk. A fiatalabb turisták olyan 15-24 év közötti fiatalok, akik többé már nem a szüleikkel vagy a családjukkal utaznak. A középkorúak általában a családjukkal utaznak, vagy a barátaikkal és a barátaik családjaival. Az idősebb turizmus szereplői azok a 60-65 évesek, akik nyugdíjasok és már nem aktív keresők. Ők a csoportos utazásokat preferálják leginkább. A tartózkodás időtartam alapján beszélhetünk rövid, egy-három napig tartó tartózkodásról. Ez lehet átutazás, hétvégi vagy üzleti turizmus. A hosszútávú turizmus 4-5 naptól több hétig is eltarthat.